A kutatócsoport 2018-ban kezdte meg a munkát, és ahhoz képest, ahol akkor voltunk, meg most, azért elképesztő, hogy milyen komplexitású molekulákat, meg kísérleteket végzünk. Hogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy pont olyan emberek kezdték el a munkát akkor, hogy azt gondolom, hogy világklasszis emberek, és ez gyakorlatilag adódik át. Ez mindig kritikus, hogy vajon lesz-e megint olyan, jön-e megint valakik, akik aztán az egészet egy új szintre emelik. A molekuláris kapcsolók azok olyan molekulák, amiknek a szerkezete reverzibilisan át tud alakulni. Ez azt jelenti, hogy fogom a molekulát, valamilyen hatást gyakorlok rá, és ez a szerkezet vagy a molekula állapota átalakul. Ugyanakkor ezt az új állapotot én vissza tudom alakítani egy valamilyen külső hatással a kezdeti állapotot. Tehát oda-vissza tudok két szerkezet vagy két állapot között kapcsolgatni. És ez a cél, hogy ezekben a molekulákban előidézett kis változás, ez gyakorlatilag egy nagyobb rendszerbe kiterjedjen. Ami minket leginkább érdekel, az, hogy fény hatására milyen oda-vissza átalakulásokat tudunk létrehozni, illetve kihasználni. Ez a kék színű volt a kiinduló oldatnak a spektruma. Nem nyelt el a látható fényből, tehát nem volt színe. A pirossal jelzett vonal az a besugárzás után, és ott megjelent egy elég erős elnyelése a látható tartományban. És most ezt próbáljuk meg visszaalakítani a kék spektrummá, és mindjárt láthatjuk, hogy ez sikerül-e. Nem tudtuk visszaalakítani teljesen, és ez onnan is látszik, hogyha megnézzük, a színe az még mindig zöld, viszont most már csak ilyen halványabb zöld. Nem az van, hogy megcsináltunk egy molekulát, az valami választ ad, de az biztos, hogy nem lesz ideális. Akkor az még 10-et meg kell csinálni, még 20-at meg kell csinálni. Tehát ezek az úgynevezett szerkezet-hatás összefüggések, hogy nagyon sok molekulát elő kell állítani ahhoz, hogy tudjuk, hogy mikor teszi pontosan azt, amit mi szeretnénk. Általában a fotokapcsolóknak a felhasználása az nagyon-nagyon sokféle lehet. Lehetséges az, hogy ezeknek a szerkezetváltó molekuláknak az egyik oldalára valamilyen gyógyszerhatóanyagot teszünk. A hatóanyagnak a hatását bekapcsolja vagy kikapcsolja. Ezeket a molekulákat hozzá lehet kötni szilárd hordozóhoz. A vizet szeresse, vagy a vizet taszítsa. Ez gyakorlatilag kívülről fénnyel lehet kontrollálni, tehát számos ilyen lehetőség van. Ami engem különösen lelkesít, hogy hogyan tudjuk ezeket a molekulákat rendezni oldószermentes körülmények között. Az oldatban ezek a molekulák össze-vissza úszkálnak, bukfenceznek, teljesen rendezetlen az ő kis életük ott. Viszont hogyha mi hozzákötjük ezt valahogy valamilyen vász szerkezetbe, vagy egy szilárd felülethez integráljuk őket, akkor egy sokkal nagyobb rendezettséget érünk el, és ezért az ő mozgásuk adott esetben sokkal kontrolláltabban kihasználható. A MOF-val kapcsolatos témát ezen a nyáron kezdtük el, és múlt héten sikerült az első molekulát előállítanunk, amely már beépíthető lehet a MOF-ba. Próbálkozunk ilyen fémorganikus térhálók létrehozásán egy nagy belső, üres területű, merev váz szerkezet, és mi azt szeretnénk, hogyha adott esetben ezek a váznak az élei, azok dinamikusak lennének, és vannak elképzeléseink, hogy mit rakjunk bele, milyen kapcsolót, és az adott esetben mire lesz jó. Most a csoportunkban egy készülő fémorganikus térhálóhoz gyártok kiindulásanyagot. Ez egy szerves linker lesz ebben a szerkezetben. Linker tulajdonképpen itt a kocka csúcsait összekötő szerves molekulák.
mi ezeket cseréljük le egy fotokapcsolóra. Talán a legelterjedtebb és legdivatosabb felhasználás különböző gázokkal való művelet, például hidrogéntárolás, ami aztán autóüzemanyagként szolgálhat, vagy a légköri széndioxid megkötésében is próbálják felhasználni. Gyakorlatilag ez már az utolsó előtti lépése a linkernek az előállításának, amelyet utána be tudunk építeni majd a fémorganikus térhálóba. Szeretnék megvizsgálni mikroszkóp alatt, tényleg a mi általunk kívánt anyag keletkezett, vagy egy teljesen más szerkezetű termék. Hát az látszik, hogy nagyon gyorsan növesztetted, itt egymásra nőttek, de van egy-kettő, amelyik nagyon szép, és még polarizátor alatt is van kioltása. Tehát ha gondolod, akkor vehetünk ki tárgylemezre is, és akkor fel is tehetjük tesztelni. Mindenképpen. Jó, mindenképpen. Oké, én nagyon örülnék. Van egy kis ránövés, szóval lehet, hogy lesznek ilyen ikercsúcsok majd a diffraktogramon, de... Jó, 4 képet fölvettem a kristályról, és akkor... Hát nézd meg, ugye nem szisztematikus, valami szisztematikusan helyezkedik el ilyen reflexióhalmaz, mint meg itt is. Tehát van neki éve. De ezek a bebekúszók, ezek azt mutatják, hogy ikres a kristály. A reflexiók, úgy látom, 60%-át körülbelül be tudja ez alapján indexálni. Uh-huh. Úgyhogy higaboldából készülsz. Akkor biztos, hogy lesz tisztább rész, ami nem fog ilyen, jó. Ilyen ronda szórási képet adni, ahol minden egymáson van ugye nekünk. Jó. Jó? Akkor megpróbálok egy jobb kristályt előállítani. Jó.